Nagy sikere volt az idei gólyabának. A gólyák remekül állták a próbákat. Az avatás után koncert és diszkó várta a vendégeket. Az Ebis zenekar már hetekkel korábban elkezdte próbálni. Megelőző héten játékos feladatokat kaptak a gólyák. Tehát plakátot kell csináltak a gólyabára. Most ezt teljesen mindig lepedőre vagy árnyuláspapírra csináljátok, annyit határozunk meg, hogy mi legyen magának az házának a témája. Tehát nekik egy építési gólyát kell rajzolnatok, verset kell írnatok, hogy lehet ez akár dal, vagy vers, vagy bármi hasonló, és megadjuk, hogy milyen szavak legyenek benne. Mivel ti angolos osztály vagytok, az igaz? Igen. Ezért magyarul kell írnotok. A szavakot vannak fel, azt látják, hogy hoztam a tábláitokat, amiket már szépen voltam. Ez alatt szolgos kezek készítették a belépőket. Majd egy kis éneklésre invitáltuk a gólyákat. Következő feladat, minél több metropol újság összegyűjtése. Ciao újságok! Az összeset kérjük szépen. Azért vagyunk sokan. Osztom az erősöket. 71. Ez mind? Na, osszátok be! Az osztályok igazán kitettek magukért, összesen 185 darab újság jutott el hozzá. Csütörtökön a lányok kisminkelhették a fiúkat. Tudják, mi szóltunk, hogy le kell jönni, Üdvözlöm a kedves rajongókat! Ez basszus, ez brutális volt. De legalább megcsinálták szóval. Majd elérkezett október 16-a péntek, a gólyabánapja. Köszöntök mindenkit, különösen gólyákat, tulajdonképpen másfél hónapja már itt vagytok, fészket tartatok, remélem, hogy ez a fészek meg is marad, és a ma este arról szól, hogy fölavatnak benneteket, különböző próbákat tesztek. Ám ez alatt valami készülődött. A hitetlen gólyáknak bűködniük kell. A hitetlen vezetőit túlszul ejtjük. Csak akkor adjuk át őket, ha a hitetlen gólyák bizonyosságot tesznek bátorságukról, és érezhetőségükről. Ilyen a dzsihád? Eközben a vetélkedőn. Szeresd a testem, baby, leszek a malacod. Tagonya lesz a telken, a kolbász bekapod. Ma táncot jár a háj, csak hízik itt a máj. Szeresd a testem, baby, leszek a malacod. Tagonya lesz a telken, a kolbász bekapod.
ha van kiközülné a tanárnőnek, akkor azt is feltétlenül. De meg a tanárnőnek van egy csomó haja, abból is nyugodtan egy pár szálat. Tóth tanár úrnak mindenre van készültete. Én ki mondja a saját nevét. Szentül fogadom. A Gólya Hét és a Gólya Vállalat a legtöbb pontot a 9. A gyűjtötte. Nyomában, csupán néhány ponttal lemaradva a 9. N következett. A beavatás után kezdődött a koncert. Majd zárásig DJ Anselm volt a lejátszóknál.